valamikor voltak ezek a szolgalegények. Ezeket kísértették, hogy levették a fejükről a kalapot, és azt mondja, Pista, hát miért vetted le a kalapom? Na, olyan alakokba mentek. És aztán így kísértették a íjjáikat. Vagy azok a szolgalegények marhaságba kivigeztek valamit, és azt mondták, hogy ma itt volt a boszorka. Mindenféle volt a faluban. És aztán, amikor tanulták a boszorkánságot, azt a fát háromszor költ neki körül, táncolni, körülménye a söprőny élén. Rájutak a söprőny éle, és háromszor körül a fa körül. És mikor ezt elvégezték, akkor aztán táncoltak. És így tanulták ezt a boszorkánságot. Hát ugye ezek a öregek jobban tudták, csak hát minket ez nem érdekelt, úgy csak hogyan nem hallgattuk, elhallgattuk iket. Még valahogy csitárhoz is jártak, ott is van egy körtefa valahol zsíre, még csitár között, azt nem tudom, hol van, oda is jártak. És a faluban csak ez az egy körtefa volt? Ez. Hány éves ez a körtefa? Ezért. Mennyi? Ezért. Ezer éves. Mert öreg apánk volt 92 éves, és azt mondta mindig, hogy ő ezt a fát egyformának tudja. Ugye már sényőr, ez egyforma. Ezt nem is szabad kivágni. Terem-e még? Van, de vadkörte. Vadkörte. De terem még? Terem. Most az idén sok volt rajta, de az olyan nagyon barna, amikor megéri bekörteni buzába, vagy hogyan is beszéltik az öregek.